17 méter magas új kilátót alakítottak ki a Dunántúli középhegység legmagasabb pontján, a Pilistetőn. Szeretettel köszöntöm Önöket, a Zöldövezetet látják. A Boldog Özséb kilátót a napokban adták át a nagy közönségnek. Vendégünk itt a stúdióban Tarnai Rihárd, Pest megyei kormánymegbízott, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és Lomnici Gergely, a Pilisi Parkerdő szóvívője. Jó napot kívánok! Önnek is köszönöm, hogy megtisztelt bennünket. Mindketten, úgy tudom, részt vettek a kilátó átadásán, ott voltak személyesen is. Milyen kilátás vár azokra, akik majd onnan fognak kinézni a nagyvilágba? Kezdjük egy ilyen képhasonlattal. Jók a kilátások. Jó. Ugyan valóban a szószoros értelmében is, ha az ember körbe tekint ezen a területen, akkor azt látja, hogy majdnem a fél országot be lehet látni. Ugye ez korábban egy katonai célokat szolgáló terület volt, oda nem lehetett eljutni, most pedig mindenki számára nyitott, és valóban a kilátót kialakítottuk. Meddig lehet fölmenni? Tényleg 17 méter a... Nem számoltam a lépcsőfokokat, tehát nem tudom pontosan, hogy hány méter, viszont a kilátás az egész területre, körbenézve valamennyi hegység jól látható, és még egyszer mondom, a fél ország látható e tekintetben, hogyha nem ködös idő van. Pontosan hol van? Tehát hogyan lehet megközelíteni? Egész pontosan a Pilistető, ahogy elhangzott, ez 759 méter magas csúcs. Ez vagy Pilis-Szentkereszt, vagy Pilis-Szántó, Kesztölc, vagy pedig talán a legismertebb terület, az Dobogókő irányából közelíthető meg ez a hely. Egy új turista jelzés is vezet ide, hiszen a Pilis-hegy oldalában futó zöld sávjelzésről alakítottunk ki egy új jelzést. Ugye ez azért nagyon fontos, mert egyrészt egy katonai objektumról van szó, ahogy elhangzott. Sajnos még vannak itt olyan maradványok, amik között nyilván biztonságosan kell tudni áthaladni, másrészt meg természetvédelmi terület ez a térség, nagyon sok értékes növényfajjal, tehát mindenképpen fontos az, hogy a jelzett turista úton keressük fel ezt az új kilátót. Ami mennyire megterhelő túra, mondjuk a Nagyim képes felmenni? Szerintem igen. Különböző lehetőségek vannak, mint ahogy az imént elhangzott, tehát van lankásabb, egy kicsit hosszabb, és van meredekebb, de 10 kilométer alatt marad a megközelítés, tehát családoknak is mondjuk jó magunk, és ezt, így van, ezt meg fogjuk tenni. Egyébként az ilyenfajta beruházások a kormányzatnak szívügyét képezik. Hát emlékszünk arra azokra az évekre, évtizedekre, amikor turistaként azt láttuk, hogy leromlott állagú turistaházak, föl nem festett jelzések, illetőleg térképen fel nem tüntetett jelzések keserítették meg a turisták útját. Most a kormány egy évvel ezelőtt a Turista Szövetséggel megállapodva egy programot indított, már most több mint 1 milliárd forintot költöttünk ezekre a célokra. Turistaházak létrehozása, tanösvényeknek a felújítása, illetőleg a jelzéseknek a rendbetétele. No, erről szól ez a program. A célunk az, hogy az országban mindenhol 50 ezer lépésenként, vagy pedig 30 kilométerenként legyen egy olyan szállás, amit olcsón igénybe lehet venni, viszont korszerű és modern berendezéssel működik, és mindenki számára nyitott. Sokat jelent az, és sokat mutat az, hogy már most egy évvel előre le vannak ezek a szállások foglalva, tehát igen? Nagyon népszerű az emberek körében. Pár ezer forintért. Igen, beszéltünk mi itt már kulcsos házakról, meg látogatóházakról, ezek szerint ezek tényleg népszerűek, és egyre inkább keresik őket. Mindenki számára elérhető jó dolgok az adott kormányzatnak, és minden kormány az a kutya kötelessége, hogy biztosítsa a lehetőséget mindenkinek, aki turistáskodni szeretne, és ne pénztől függjön, pénztárcától függjön, hogy egyébként megszállhat-e egy turistaház. Ezek bakancsos turistaházak. A Pilisi Parkerdő egyébként örül ennek a lehetőségnek? Most ezt abból a szempontból kérdezem, hogy meg tudjuk mi turisták becsülni ezeket a lehetőségeinket? Tudunk velük élni, jól élni, figyelni rájuk, vigyázni rájuk? Azt hiszem, hogy jobb helyen nem is lehetne bemutatni ezt a programot, mint a Pilisi Parkerdőben, ami pontosan azért jött létre, hogy úgy óvja meg és úgy kezelje a főváros környéki erdőterületet, hogy az itt élő 3 millió embernek közben biztosítsa egészséges kikapcsolódásnak a lehetőségeit. Ugye nem csak a Pálos Rend bölcsője ringott a Pilisben, ahogy a Boldog Özséb kilátó névadója is utal erre. Ez az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetes rend egyébként itt a térségből ered, hanem a szervezett természetjárásnak a bölcsője is a Pilis térségében ringott. Gondoljunk a Pilis-Szentkereszti Klastromkútra vagy Dobogókőre. Tehát ebben a térségben mindig is otthon voltak a turisták. És hát természetesen öröm az,
hogy mondjuk a turistaház felújítási program első elemeként a Pilis-Szentkereszti Somhegyen avattak turistaházat, és ez az a ház, amire kormány megbízott úr is utalt, hogy gyakorlatilag jövő tavaszig minden hétvégén foglalt, és az elmúlt egy éves üzemeltetésnek az a tapasztalata, hogy igenis keresik az emberek ezt a szolgáltatást, igenis igény van a minőségi, jó színvonalú, de bakancsos turistákat kiszolgáló szálláshelyekre. És bennünket is kiszolgál a környezet olyan értelemben, hogy például a szemetet nem kell cipelnem, nem tudom, néhány száz méterig, hanem ki vagyok szolgálva kukákkal például. Igen, de azért hozzáteszem, hogy nagyon fontos az a szemléletformálás is, ami azt mondja, hogy mi emberek akárhogyan látogatjuk az erdőterületet, vágyunk az erdei tiszta levegőre, kikapcsolódásra, de azért figyeljünk arra, hogy minél kisebb lábnyomot hagyjunk magunk után. Ugye itt ebben a műsorban nem kell bemutatni az ökológiai lábnyom fogalmát, ami létezik az erdőterületen is, tehát azért mondjuk szemét kérdésben mindenképpen az a cél, hogy mi emberek, kirándulók, vigyük el a természeti környezetből a szemetünket. Természetesen kell egy olyan alapi infrastruktúra, ami kiszolgálja a természetjárókat, legyen ez parkoló, híd, pihenőhely, tömegközlekedés, ugye több buszjárat újraindult, volánbusz újraindult most a Szentendre, illetve Visegrád térségében, tehát kell egy alapi infrastruktúra, de ezt használva is nekünk embereknek figyelnünk kell ennek a megőrzésére. Mindez, amit elmondtak, az bizonyítja, hogy abszolút kiemelt területnek számít a turisztikai fejlesztések területe. Így van. Egy adott kormányzatnak az a feladata, hogy lehetőségeket biztosítson, egy menüt ajánljon fel az embereknek, ugyanis a természetjárás és a turistáskodás egy speciális terület. Lehet egészségmegőrzésnek tekinteni, lehet sportnak tekinteni, lehet rekreációs területnek tekinteni. Mindenképpen egészséges, hasznos, és nem kell hozzá egyetlen egy fillér beruházás sem. Magyarul mindenki igénybe veti, és nem pénztárca függő dologról van szó. Ezért a kormányzat biztosít rá összegeket, hogy kialakítsuk a szükséges infrastruktúrális feltételeket, például egy kilátót, például egy turistaházat, például egy jelzést. Igen, bennem az motoszkál, hogy vajon mennyire beruházások kérdése, pénzkérdése, fejlesztések kérdése az, hogy felálljunk a tévé mellől, kimozduljunk, elinduljunk a családdal, vagy pedig szemlélet kérdése, nevelés kérdése. Egyszer menjen föl mondjuk valamelyik kilátóra, leginkább a Boldogosép kilátóba, amit most adtunk át, és ez a kérdés megválaszolást nyer, amikor látja maga alatt a hegyeket, és látja azt a gyönyörű környezetet. Egyszer kell csak kilépni, egyszer kell csak megtenni, ehhez mi a feltételeket biztosítjuk, az embereket nem fogjuk kivontatni, hogy most akkor tessék természetet járni, hanem hogyha látják, hogy érdemes, és látják, hogy kulturált körülmények között tehetik meg, mivel az állam pénzt adott ezeknek a kialakítására, akkor meg fogják tenni, és átadják a hírt, de mindenkinek szíve joga, természetesen, hogy ki megye, mennyi időre megy ki, és hogy vissza fog-e térni arra az adott területre. Amit mond, azt a látogatók aránya, turisták aránya az elmúlt években visszaigazolja? Igen, egyértelműen azt tapasztaljuk a főváros térségében, hogy nő az erdőterület látogatottsága. Egyrészt a bakancsos turizmus is reneszánszát éli, hála Istennek. Emellett egyre többen vannak, akik rövidebb időre, például babakocsival, gyerekekkel érkeznek az erdőterületre, vagy nagyon sokan sportolnak. Gondolok itt azokra, akik napi rendszerességgel futnak, kocognak az erdőterületen, hogy csak ezeket a sportokat említsem, de egyre nagyobb azoknak a létszáma, akik mondjuk kerékpárral keresik ugyanezeket a lehetőségeket. Örömmel halljuk, meg mi is így tapasztaljuk természetesen. Kinek a felelőssége a továbbiak kérdése? A fenntartás, a karbantartás, az amortizációból eredendő felelősségek, feladatok? Először ki kellett alakítani, így ki van. Kell alakítani valamit. Ugye több évtizednek a mulasztását kell most pótolni, és ez most megtörténik. A fenntartás, ugye mivel állami feladatról beszélünk, ezért az államnak a feladata az, hogy egyébként a karbantartás is megtörténjen, és folyamatosan például jelzések karbantartásra kerüljenek, a házak ne legyenek ismét az enyészet martalékává, tehát állami felelősség, és ezt természetesen vállaljuk is. Tervekkel zárjuk a következő perceket, vagy a maradék perceinket. Mik a következő nagy léptékű beruházások? Is kérdezem önöktől.
hogyha a szűkebb területről indulhatunk ki, akkor a parkerdőnél az elmúlt időszakban turistaszállásokat fejlesztettük, most pedig a kilátópontokat, ebbe a sorba volt az első elem most a Boldogözsép kilátónak az átadása, de már épül Pilis Csaba melletti vörösvári kopárokon, a Nagy Kopaszon egy érdekes szerkezetű kilátó, remélem, hogy tavasszal már erről fogunk tudni beszélni, illetve Budapest térségében a Hármas Határhegyen is egy kilátópontot tervezünk kialakítani. Emellett pedig a hálózatot sűrítjük, hogyha mondhatom így, tehát a nagyobb beruházások mellett és között figyelünk arra, hogy meglegyenek a kis hidak, a padok, az információs táblák, tanösvények és a turistajelzések is a Pilisben. A kis tintafoltok, ezek össze fognak érni, az az érzésem. Reményeink szerint. Országos szinten. Reményeink szerint így lesz. 50 ezer lépésenként, 30 kilométerenként az egész országban szeretnénk kialakítani turistaházakat, és ezek a kis pontok pedig színesíteni és összekötni fogják ezeket a pontokat. És Pest megyében nagyobb beruházás, amire pénz is jut, marad? Az itt elhangzottak között elhangzott. Egyébként már csak az elmúlt évben 30 ilyen beruházás történt, és hogy ezen az úton fogunk tovább menni a következő években is. Mi pedig reméljük, hogy használni fogjuk egyre többen. Uraim, nagyon szépen köszönöm a tájékoztatást. Köszönjük szépen mi is. Köszönöm.